A Munkácsi Szent István Liceum 2001-ben nyitotta meg kapuit a diákok előtt. Az intézmény kétfajta fűtési technikával is rendelkezik. Kristofori Olga igazgatóasszonnyal beszélgetünk a fűtési szezonról és a téli időszakra való felkészülésről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kérem, mesélj egy kicsit az iskola munkájáról. Milyen változások történtek így a háború óta? Ugye az elmúlt tanév végén 20 évesek vagyunk, ezt mondhatom, az elmúlt tanév végén meg sikerült a ballagást lebonyolítanunk, függetlenül attól, hogy február 24-től online oktatáson voltunk. Hát mondanom sem kell, hogy már valamilyen gyakorlatunk van ebben az online oktatásban, hiszen a Covid időszak alatt is online oktattunk, és sajnos a háború időszak alatt is, ami villámcsapásként ért minket, minnyájunkat. Tehát egy kicsit át kellett rendeződnünk, át kellett gondolnunk a dolgokat, de mindig úgy terveztük és úgy gondoltuk, ó, hát ez ideiglenes lesz, hamar-hamar vége lesz, de sajnos úgy látjuk, hogy nem. Hogyan készülnek a télre? Hát a tél ugye mindenkit megvisel, ezért úgy terveztük, hogy néhány osztályba pluszba teszünk kondit, ez van már itt az adminisztratív részbe is. Arra az időszakra gondoljuk ezeket a kondi felszerelést, amikor még nincs fűtés, de már hűvösebb van, mint ahogy most is szeptemberben nagyon hideg volt, és azért a gáz elég drága, tehát akkor még, ha bekapcsolni a gázt, az már nekünk nagyon nagy megterhelés a költségvetésünkbe, de gázfűtéssel is rendelkezünk, és hát úgy készülünk, hogy fánk van elegendő, amennyiben nem tudunk gázzal fűteni, akkor fával fogunk. Konkrétan milyen kétfajta fűtési technikával rendelkeznek? Hát a gáz és természetesen a kazánfűtés, na és hát a kondésokat jelent. És mióta rendelkeznek ezekkel a módokkal? Mióta vezették be ezeket a rendszereket? Hát a fafűtésünk az már körülbelül 5 éve van, a kondit pedig folyamatosan szerelgetjük, ahogy van egy kis plusz pénzünk. Honnan szerzik be a tűzifát így a fűtéshez? Hát a tűzifát különböző helyekről, ezt a gondnokon foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy konkrétan én nem is tudom megmondani a beszállítót, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik, de hát többen vannak most már. Időben igyekeztünk, mert tudtuk azt, hogy esetleg probléma lehet, tehát még a nyár alatt igyekeztünk a kamránkat feltölteni fával, hogy azért ne legyen gond majd a téli időszakban. És ki segít önöknek így a tűzifa beszerzésében? Vannak-e szervezetek, akik segítettek? Hát konkrétan nem tudom, hogy milyen szervezetek nem segít, mi magunk szerezzük be a fát oly módon, hogy vállalkozókat fordultunk, vagy olyanokhoz, akik hát évek óta már ugyanazok adják nekünk, vásároljuk tőlük a fát, igaz, egyre drágább. És a finanszírozásban segít valaki? A finanszírozásban a Betlen Alapkezelő ZT, a magyarországi, más finanszírozási alapunk nincs. És körülbelül mennyi tűzifára van szükség egy téli időszakra? Hát nem tudom ezt konkrétan megmondani, nem tudom mennyire van szükségünk, de hát elegendő. Úgy oldottuk meg eddig a fűtést, hogy reggel 6-tól délután 3 óráig a kazán fűtött, és utána pedig a gázfűtés volt bekapcsolva. Hétvégére csökkenteni tudtuk a gázfűtést, vagy hogyha nem volt annyira hideg, akár teljesen is le tudtuk kapcsolni, tehát így ez a variáció nekünk megfelelt, tudtunk spórolni. És mikor kezdtek el készülődni a térre, mikor szerezték be a fát? Mi a fából sosem fogyunk ki, mindig úgy van, hogy nyáron is ott van a fa, ha nem használtuk el az előző télen, akkor marad a következő, és mindig csak hozzávásárolunk. És milyen plusz feladatokkal jár így, hogy fával is fűtenek? Hát az, hát olyan fűtőt kell felvenni, aki ugye vállalja azt, hogy ezt folyamatosan ott van egész nap, ugye az nem olyan, mint a gázfűtés, folyamatosan ott van, mert azért óránként bizonyos időszak, ugye bizonyos órák után dobni kell a kazánra fát, meg hát figyelni kell, ha esetleg villany nincs, akkor okvetlenül be kell oltani ezt a kazánt, mert probléma lehet. És akkor hogy tudják megoldani, ha véletlenül télen áramkimaradás lesz, akkor így hogy működnek majd a fatüzelésű kazánok? Hát akkor fog a gázkazán, gondolom én, vagy megoldjuk valamiképpen. Hát csak ne legyen online oktatás, ha csak azon fog múlni, megoldjuk. És milyen előnyeit látja ön így személy szerint a fával való tüzelésnek? Melegebbet ad. Elsősorban melegebbet ad, és egy kicsikét talán olcsóbb is. És jellemzően melyiket használják inkább, mit részesítenek előnyben?
Hát eddig mind a kettő volt, mondom, reggel 6-tól 3-ig a fával fűtöttünk, és utána pedig már gázzal. Esetleg a gázzal való fűtésnek vannak valamilyen előnyei, amit ön így személy szerint észrevett? Hát annyi ugye, hogy hát tisztább a fafűtésre, azért csak kell a fát aprítani, megkészíteni, tehát több problémával jár, mint a gáz. Mikortól indul be önöknél a fűtési szezon, mikor kapcsolnak fűtést? Hát az igazság az, hogy a gázfűtést már most szeptemberben egy kicsikét bekapcsoltuk, mert nagyon hideg volt, és kicsit hogy egy fél napra bekapcsoltuk, amikor olyan hideg napok voltak, most pedig megint egyáltalán nem fűtünk. Nem fűtünk, mert hát melegebb is van, meg most ismét online oktatáson vannak a gyerekek, péntekkel zárva. Vannak esetleg olyan gyerekek, akik érintettek olyan szinten a háborúval, hogy a szüleik, mondjuk az édesapjuk belette hívva? Az elmúlt évben volt egy kislány, akinek az édesapja szolgálatot teljesített a fronton. Most nem tudok olyanról. A gyerekek valamilyen féleképpen hozzájárultak-e így a háborúhoz, hogy tudtak-e segíteni azoknak a katonáknak, akik ugye a békéért harcolnak? Lelkileg támogatjuk, és természetes imával. Imával most ismét 18-án millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, ebben mi bekapcsolódunk, és a Ukrajna békéért fogunk imádkozni. Vannak-e menekültek az iskolában, akik itt tanulnak, itt folytatják tanulmányt? Amikor elindult a háború, sajnos, amikor megkezdődött a háború, akkor tömegesen jöttek, és a kollégiumunkba elhelyeztük az embereket, egész nyáron ott voltak, mikor kezdődött a tanítás, tehát augusztus végén, tehát mindenki elment, hogy tudjuk a gyerekeknek biztosítani a kollégium ellátást, mert beutazók vannak. A tavalyi évhez képest milyen változást vett észre így a létszámmal? Hát a létszám sajnos nagyon csökkent a létszám. A 68 gyerekünkből, hát 48 van most. Minden osztályban van gyerekünk, de nagyon kevés. A legtöbb van a 11. osztályban, ott 16 végzősünk lesz. A tanári karban történt-e változás? Hál' Istennek minden pedagógusunk megvan. Biztosítani tudtuk az oktatást, és ennek örülök, mert ez nagyon fontos, hogy minőségi oktatást folytassunk. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. Én is köszönöm, minden jót kívánok.